Kártya az egy nagyon fontos dolog az életben szerintem. Igen, nagyon jó. Nagyon sok mindenben segít, döntések elé állít, meg kell oldanod, emberismeret elé állít, szükséged van rá, hogy kiismerj embereket az asztalnál, megfigyelj olyan tulajdonságaikat, amik későbbiekben hasznosak lehetnek, és ami a legfontosabb szerintem, hogy figyelemre tanít. Tehát, hogy ha valakinek megvan az a fajta képessége, egyébként sok mindenkinek megvan, csak nem használjuk, hogy figyel, hogy figyelsz valamit. Mert egyébként nem figyelünk semmit hosszan az életben, mindegyik, mindenfele elsiklunk meg, ellapozunk, ahogy a telefonban, én ezt gondolom, hogy annyira megváltozott az embernek, hogy lapoz, új információ, és akkor egy dologra nem koncentrálunk, pedig az nagyon, nagyon hasznos tudna lenni. És a kártya például ebbe segít. Ez az egyik, a másik pedig a hajnit azért tanítottam meg römizni, kártyával is, meg ezzel a sima kőrömivel, hogy az esti program. Leülünk, bontunk egy bort vagy egy sört, és akkor römizünk, röhögünk, beszélünk dolgokról. Van kettőnk közt egy kapcsolat. Szerintem nagyon fontos egy férfi-női, hogy a férfi-női kapcsolat megmaradjon a házasságban. 15 éve vagyunk lassan együtt. Igen, bár nekem ezzel sose volt problémám, meg nekünk igazából. Tehát, hogy mi ezt jól kezeltük mindig, ezt a gyerekes dolgot. Nem aludtak velünk, tudod, nem izé, tehát, hogy nem kellett a gyerekek. Tehát nem a gyerekek felé irányult az egész életünk, és hogy kizártunk mindent, és előtérbe helyeztük. Persze nyilván megteszünk nekik mindent, csak nem az van, hogy tényleg minden úgy történik, ahogy a gyerek akarja. A gyerek az jött egy családba, és a gyereknek kell alkalmazkodni ahhoz, ami ott történik, nem nekünk ahhoz, amit a gyerek akar.